A 2018-as nemzeti konzultáció egy párbeszéd lehetőség volt arra, hogy a kormány az aktuális fontos kérdéseket megvitassa a magyar emberekkel, mondta Elvinne egy győző. Ez a családok védelméről és a támogatási rendszer bővítéséről szólt. 1 millió ezeren töltötték ki és küldték vissza ezt a kérdőívet. Az emberek többsége papír alapon válaszolt, a kitöltők csupán 8%-a választotta az internetes lehetőséget. A tíz kérdés elsőprő támogatást kapott, nem volt olyan kérdés, amely 93%-os igen arány alatt teljesített. Kettő pedig kiemeltem magas, 99% fölötti igent kapott, emelte ki az országgyűlési képviselő. Az egyik az, hogy a népességfogyást hogyan állítaná meg a magyar családok megerősítésével, vagy esetleg bevándorlók, migránsok betelepítésével. Hát mondanom se kell, hogy a magyar családok megerősítését tartják fontosnak a magyar emberek. A másik kérdés pedig a magyar gyerekekről szólt, ez a nyolcadik kérdés volt, hogy a gyerekek lelki, fizikai, szellemi fejlődése az olyan érték, amit a magyar államnak védenie kell, ezt elsöprően, talán a legtöbben azt mondták, hogy igen, ezt védeni kell. Tehát mutatja azt, hogy a magyar emberek családban gondolkodnak, szeretik a gyerekeket, és a fiatalok is azt nyilatkozzák, hogy ők szeretnének több gyereket, kettőt, hármat, vagy esetleg többet, és amikor oda jutunk, akkor nem mindig születnek meg ezek a gyerekek, hiszen tudjuk, hogy Magyarország Népessége fogy, ezért a családtámogatási rendszer kibővítésénél, amire most felhatalmazást adtak a, a, a nemzeti konzultációban résztvevő emberek, és hát akik nem vettek részt, azok azok is részben egyetérthetnek ezzel, hiszen az nem jelenti azt, hogy ők ellene vannak, hogyha nem küldték vissza a konzultációs kérdőívet. A fiatalok és a családok lehetőségeinek megerősítése tehát nagy támogatással bír. Ezért a kormány szeretné a csókvidéki kiterjesztését megerősíteni, és elindította a magyar falu programot is. Ennek három eleme van. 5000 fő alatti települések pályázhatnak, egy gyors pályázati rendszerben azt ígérik, hogy nagyon gyorsan fogják értékelni ezeket a pályázatokat. Az egyik a közszolgáltatások fejlesztése, tehát közösségi közlekedés, orvoslakásépítés, közösségi térépítése, minden, ami ehhez kapcsolódik. Aztán az előbb említett, ez mintegy 75 milliárd forintot tesz ki, hazai forrásból, 25 milliárdot tesz ki a csok vidéki kiterjesztése, tehát kis településekre történő kedvezmények adása, és a harmadik pedig mint egy 50 milliárd forint az rendű utak fejlesztésére, építésére, karbantátására, mert közismert, hogy itt szabocsat már Berek megyében az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel találkozva ez az egyik legnagyobb feladat. A közel másfél milliós kérdőív kitöltés alapján ez volt a harmadik legnagyobb részvételű nemzeti konzultáció a Fidesz-KDNP kormányzásai alatt.